Köszöntöm nézőinket, önök a Közéleti Magazint látják, Jele Jászmín Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Elismerték a kiemelkedően teljesítő pedagógusokat. Gyereknek lenni jó rajzpályázat. A szabályokat betartva alapos körültekintéssel merészkedjen mindenki a vízbe. Rendhagyó pedagógus nap a Szent József Katolikus Iskolában. A Tolna megyei szakképzési centrum vezetősége pedagógus nap alkalmából elismerésben részesítette azokat a tanárokat és dolgozókat, akik a tanév során kiemelkedően teljesítettek, munkájukkal hozzájárultak az intézmény iskoláinak zavartalan működéséhez, a diákok megfelelő napi szintű felkészítéséhez. A Babits Mihály Kulturális Központban ünnepélyes keretek között méltatták az idei tanév kiváló dolgozóit. Minden évben hagyomány, hogy a kiemelkedően teljesítő tanárokat ünnepélyes keretek között értékelik és díjazzák. Idén sem történt ez másként. 27 pedagógus vehette át a virágcsokrot és az ajándékot a köszönő szavak mellett, köztük Harsányiné Erményi Zita is, aki a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskolájának történelem szakos tanára. Először meglepődtem, amikor megtudtam a hírt, de aztán sikerült feldolgozni, de tényleg nagyon jól esett, hogy a vezetés rám gondolt a közismereti részről, hogy én érdemlem meg idén az iskolánkból ezt az elismerést, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Úgyhogy köszönöm ezúton is a vezetőknek. Én már nagyon régóta itt dolgozom, 98 óta, úgyhogy nagyon sokan, a szülők születtek körülbelül akkor a mai diákoknál, és hát én fogom össze gyakorlatilag az iskolában az osztályfőnököknek a munkáját, és akkor minden, ami ezzel jár, az összes jelentős iskolai rendezvényt, az gyakorlatilag az én koordinálásom alatt valósul meg. Meg hát most idén volt egy nagy falatunk, hogy 5 év után megint megkaptuk a városi ünneplést, vagy ünnepséget, az október 23-ai városi ünnepi műsort is együtt a magyaros kollégákkal együtt valósítottuk meg. Kamaszokkal dolgozni, oktatni őket nem mindig könnyű, mégis rengeteg szépsége van a tanári hivatásnak. Én úgy gondolom, hogy viszonylag könnyen megtalálom velük a hangot, úgyhogy nekem nincsenek jelentős problémáim az órákon. Úgy gondolom, hogy bár elég szigorú vagyok és kénytelenek tanulni, de nem gondolom, hogy komolyabb problémák lennének a tanórákon. Úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok velük, ahogy ők viszonyulnak az én tantárgyamhoz. Bár tanulhatnának többet, ezt üzenem innen is nekik. Dömötör Csaba kancellár elmondása szerint nagyon fontos, hogy elismerjék a pedagógusok munkáját, hiszen a dicséret, a méltatás az, ami előre viszi az embert, ha visszaigazolást kap arról, hogy jó az, amit csinál, és ez mások számára is látható és érzékelhető. Ez mindig egy nagyon nehéz döntés, hogy ki az a 27 legjobb. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki ebben benne legyen, ahhoz mindenképpen egy nagy fokú szakmai alázattal kell rendelkezzen, egy nagyon erős pedagógiai elköteleződéssel, jelentős lojalitással az adott intézmény felé, ahol dolgozik, de ennél sokkal fontosabb, hogy tanulóközpontú legyen, gyerekközpontú legyen, gondolkodásában, viselkedésében, mindennapjaiban. Persze ezek mondhatnánk azt, hogy általános elvárások. Én azt gondolom, hogy igen, lehetnének általános elvárások, jelen pillanatban így mérünk. Nagyon-nagyon közel van már az az időszak, amikor egyéb szempontokat is tudunk érvényesíteni, mint ahogy a méltatásokból elhangzott, már most is figyeljük a kollégáinknak az irányú munkáját, ami a minőséget jelenti, és a minőséget nem feltétlenül abban mérjük, hogy milyen egy osztálynak az átlaga, hiszen az önmagában nem sok mindent mond, hanem abban, hogy van-e pedagógiai hozzáadott érték. És azok a kollégák, akik ma itt vannak, valamilyen szinten ezt megtették, hogy van hozzáadott pedagógiai érték a munkájukban. Minden iskolában van valamiféle belső értékelés, évtanára, valamiféle módon megmérettetnek a kollégák, ezt mi az iskolákra bízzuk. Nagyon-nagyon fontos a tanulók véleménye, de azt gondolom, hogy ők csak egy része a mi szakmánknak és az oktatók szakmájának, mert hogy ott vannak a szülők, és nagyon-nagyon fontos, egyre fontosabb, hogy mi a duális partnerek véleménye, a cégek véleménye. Most kezdjük el azt a munkát, ami egy minőségirányítási rendszer bevezetését jelenti. Ennek az egyik alappillére pontosan ezeknek az adatoknak a begyűjtése lesz, aminek alapján már egy más típusú értékelést is el tudunk kezdeni.
A duális képzés bevezetése óta sokkal több diák választja a szakképző iskolákat, technikumokat, amikor a továbbtanulási szándékról kell nyilatkoznia. Eljutottunk odáig, hogy megfordult a korábbi tendencia. Mintegy 10%-os létszámnövekedést tudtunk realizálni ebben a tanévben. Most már látva a beiskolázási számokat és a jelentkezetteknek az arányát, azt látjuk, hogy ezt meg tudjuk tartani, ami nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, az irreális lenne, hogy következő évre is azt kérjük, hogy még 10 vagy 15%-kal növekedjen a létszámunk, hiszen véges a 7.-8. osztályos tanulóknak a létszáma a megyében, és mi azért döntő többségében a megyéből iskolázunk be, de úgy tűnik, hogy ezt tudjuk tartani, és ha ezt tudjuk tartani, ez nekünk egy óriási lépés. Az ünnepségen nem csak a pedagógusokat, oktatókat értékelték, hanem azokat a kollégákat is, akiknek a munkájának köszönhetően a napi szintű pedagógiai tevékenység zökkenőmentesen működik. Gyereknek lenni jó címmel hirdetett rajzversenyt a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Tolna megyei nevelőszülői hálózata még áprilisban, aminek az eredmény hirdetésére a közelmúltban került sor. A gondoskodásban nevelkedő gyerekek közül 43-an készítettek rajzokat. A zsűri korcsoportonként bírálta el a műveket és a dobogós helyezést elért fiatalokat ajándékcsomaggal és elismerő oklevéllel jutalmazta. Boldog mosolyjal az arcán és ajándékokkal teli kezekkel ült vissza a helyére Buzás Zoltán, aki első helyezést ért el a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Tolna megyei nevelőszülői hálózat által kiírt Gyereknek lenni jó rajzpályázatán. A szervezők az áprilisban meghirdetett versenydíjait a Gyereknap alkalmából adták át a nyerteseknek. Rajzoltam egy Balatont, benne hajóval, emberekkel, meg kocsikat, egy focipályát, tengózó embereket, füvet, embereket. A szervezők 3 korcsoportban 4 évestől egészen 16 éves korig hirdették meg a rajzpályázatot, azzal a céllal, hogy a gyerekek rajzaikon keresztül mutassák be, milyennek is látják a világot, miért jó gyereknek lenni benne. Kovács Jázmin egészen különleges művel rukkolt elő. Ez arról szól, hogy ugye én, mint gyerek, a saját képemről, és hogy vannak ugye a nevelőszüleim, mindent megtesznek értem, és hogy ők ugye dolgoznak, és mi gyerekek, meg igazából hát mi csak szórakozunk. És hogy ezt kicsit ilyen monotonnak látom, hogy a felnőttek azok napi szinten mennek dolgozni, mi gyerekek pedig napi szinten megyünk szórakozni. 2 hét volt, mire kigondoltam, szerintem volt 1 hónap, mire elkészült. A rajzpályázattal a szolgáltató törekvése az volt, hogy ráirányítsa a társadalom figyelmét arra, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek sem mások, mint a kortársaik. Ennek érdekében rendszeresen szerveznek olyan rendezvényeket, programokat, amely a gyerekek tehetségének kibontakoztatására, átélt élményeinek bemutatására alkalmasak, illetve azt a célt is szolgálja, hogy a gyerekek önbizalmát és önkifejezését erősítsék. A szempontok, amik alapján a képeket válogattuk, bár bevallom, hogy rettentő nehéz volt. Kerekesné Varga Veronika, komplex művészeti terapeuta, képzőművész bírálta el a beérkezett pályaműveket, aki elmondta, hogy nehéz döntés elé volt állítva, hiszen rengeteg nagyon jó rajz érkezett a felhívás. 2 alapvető szempont alapján a technikai kivitelezés, és azt néztük még, hogy mennyire jól tudják a gyerekek megfogni a témát, mennyire élték ezt meg. A Picasso azt mondja, hogy minden gyermek művész, az érdekes csak az, hogy hogyan tudjon felnőtt korában is művész maradni. És amikor oda szentelődik valaki a művészetnek, mindegy, hogy legyen az bármelyik ága, tánczene vagy rajzolás, a saját gyermeki énjéhez tér vissza, azt találja meg. És ez egy boldogság térben és időben feloldódni. És amikor megnéztem a zsűrizendő alkotásokat, akkor azt láttam bennük, hogy ez megtörtént, ez az odaszentelődés, hogy örömmel készült alkotásokat láttam, felszabadult, színes, érdekes dolgokat,
Az, hogy ennyire sok gyereket sikerült bevonni, ez a nevelőszülői tanácsadó kollégák és a nevelőszülő kollégáknak is a közös munkáját dicséri. És a témák, amiket itt láttam a képeken, amik előjöttek, az pedig különösen arról beszéltek nekem, hogy a nevelőszülők próbálnak olyan gyermekkort varázsolni ezeknek a gyerekeknek, amiből lehet majd táplálkozni, ami emlék lesz, ami egy boldog gyerekkor emlékét idézi föl, és ezek kerültek a rajzokra. Nevezni óvodáskortól egészen középiskoláskorig szabadon választott technikával és méretben készült pályamunkákkal lehetett. De nem csak rajzpályázatokat, hanem más jellegű tehetségápoló és kibontakoztató programokat is rendszeresen szervez a gyermekvédelmi szolgáltat. De volt arra példa, hogy megkérdettük, hogy ki mit tud, és abban egy zenés, táncos produkciókat láthattunk, vagy a legutóbb a költészet napjára pedig vers és prózamondó versenyt hirdettünk, és ez is nagyon jól sikerült. Talán az a egyik legfontosabb része ennek a tevékenységnek, hogy amellett, hogy felkészülnek a gyermekeink, és büszkék lehetnek a nevelőszüleink is, a kollégáink, amellett az is nagyon fontos, hogy az odavezető utat is megtapasztalják a gyermekeink, hiszen erre jelentkezni kell, létre kell hozni benne produktumot, meg kell tanulni a verset, és ez minden esetben egy hasznos időeltöltés és a fejlődésüket szolgálja. De nagy célunk az is, hogy megtapasztalhassuk a gyermekeinkkel, hogy ami célt kitűznek maguk el, ezt képesek megtenni. Képesek egy rajzot alkotni, képesek egy szakmát szerezni, és képesek megállni helyiket az életben, ha úgy hozza a sors. Három korcsoportban 43 gyerek készített rajzot a felhívásra. A szervezők korcsoportonként díjazták a beérkezett műveket. Az eredmény hirdetésen a dobogós helyet elért fiatalok ajándékcsomaggal és elismerő oklevéllel lettek gazdagabbak. A jó idő megérkeztével Magyarországon is kezdetét vette a strandszezon. Sajnos az első két haláleset sem váratott sokat magára, két kamasz fiú fulladt a Balatonba a napokban. A szakemberek szerint nyílt vízben csak az arra kijelölt helyen szabad strandolni, a kellő óvintézkedéseket és szabályokat betartva. Hazánkban minden évben előfordulnak vízi tragédiák. Nem csak az úszók, de a vízi biciklizők és a horgászok is rendszeresen szenvednek el baleseteket. Közeleg a szezon. A vízi sportok, az úszás, a fürdőzésnek ugye a nagy szezonja. Benne van talán az is most egy kicsit a levegőbe, hogy az elmúlt években ugye a Covid-járvány és hasonló gondok miatt azért az emberek egy kicsit visszafogottabban látogathatták a vízpartokat. Ez rejt magában némi veszélyt, hiszen most talán felszabadultabban nagyobb tömegek fogják megkeresni hazánk vizeit, akár tavait, akár folyóit, üdülőhelyeit, illetve talán sokan azt gondolják, hogy ez egy picit ilyen felszabadultabb érzést is fog nekik nyújtani, ami, mint említettem, azért megítélésem szerint nagyobb veszélyt rejt magába. Hát ettől próbálnánk őket ugye megóvni, és próbálnánk őket lebeszélni, hogy lehetőség szerint a józanész és a szabályok betartása mellett úszkáljanak, fürdőzzenek, csónakázzanak, szappozzanak, és mondhatnék még ezer ilyen dolgot, de megemlíthetném csak akár simán a horgászokat, hiszen azért az elmúlt durván 22-23 év alatt azért nem egy esetben volt, hogy sajnos horgász szenvedett balesetet, természetesen hát a fürdőzők azok magasan vezetik a listáját ennek a baleseti statisztikának, tehát mindenkit óva intenék. A legtöbb balesetet a képességek rossz megítélése okozza. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy nincsenek tisztában a valós képességeikkel, nincsenek tisztában, hogy egy adott vízterület, legyen az pláne egy folyó, de mondjuk legyen az csak egy tó is, ugye, akár egy dombori, akár egy sió, teljesen mindegy, ugye a sodrásából adódna, Duna, nem is beszélek róla. Tehát egyszerűen nincsenek tisztában, hogy egy sima átlagos úszó tudás, ami a medencébe helye közel arra jó, hogy egyik végétől talán elvergődünk a másikig, az mennyire kevés
ahhoz, hogy mondjuk egy nyílt vizen ugyanezt meg tudjuk tenni. És általában ebből vannak a balesetek. Tehát elfáradnak, kifulladnak, begörcsölnek, megijednek, félrenyelnek, és a többi, és a többi, és azután egy láncreakciót indít el, aminek sok esetben tragédia a vége. Bizony, ha bármilyen vízi járműre szállunk, tényleg legyen az most nagyon divatos a SUP, legyen az egy kajak, egy kenu, egy kis csónak, vegyünk fel egy mentő mellényt. Egyszerűen azért nem egy eset, tényleg vissza lehet nézni Balatonon is, mennyi ilyen eset volt, vízi bicikliről beesett, többet már nem is jött fel. Hiszen ugye szoktam mondani, hogy a baleset azért baleset, mert az velünk nincs megbeszélve. Tehát az váratlanul fog minket érinteni, és bizony ebben a váratlan helyzetben senki nem tudja, hogy ő valójában majd hogy fog reagálni. Hogy érkezik be, megüti-e magát esetleg, nem üti meg, rosszul vesz egy levegőt, félrenyel, stb. Ezek mind annak a kockázatát rejtik, hogy esetleg tragédia legyen a vége, miközben egy egyszerű mentőmellény simán fenntartaná vizen, és nem lenne miről beszélgetnünk. Mindenki, mert a józanész azt diktálja, ugye, ha látunk egy fuldoklót, ugye akkor beszéljünk erről, látunk egy fuldoklót a vízből, azonnal le a póló, le a gatya, és gyerünk be hozzá, és a többi. Miközben mi magunk sem biztos, hogy rendelkezünk avval a megint csak vízbiztonsággal, fizikai állóképességgel, technikákkal, és a többivel, hogy erre alkalmasak legyünk. Sajnos el szoktam mondani, hogy ha visszanézzük hosszú-hosszú évekre a statisztikákat, nagy százalékban, amikor valakik megpróbáltak, amatőrök, tehát a vízparton állók, megpróbáltak segíteni egy fuldoklón, akkor általában mindenki oda veszett. Tehát ez szokott lenni a történet vége. A szakértő szerint sokkal nagyobb energiát kellene belefektetni a probléma megelőzésére, mint sem az utólagos segítségnyújtásra. Valaki nem olyan ügyeske, ne adj Isten az, nagyon ittassan, vagy valami más befolyásolás alatt áll. És megy be a vízbe, és még azt is látom, hogy nem akar megállni, megy befelé. Én sokkal nagyobb energiát tennék egyszerű állampolgárként abba, hogy megpróbáljam visszafordítani. Gyere vissza, lebeszélni róla, és a többi. Ez sokkal több, mint hogy megvárjuk, amíg megtörténik a baj, és akkor Johnny Weissmüllerként megpróbáljuk esetleg kimenteni. Még egyszer hangsúlyozom, nagyon kicsi sanszal. Teljesen más természetesen, hogyha ott a helyszínen rendelkezésünkre áll valamiféle segédeszköz. Tehát akinek mondjuk van egy csónakja, az nem mondom, hogy maradjon a parton és nézze végig, amíg egy polgártársunk ugye megfulladt, tehát az butaság lenne. Tehát ebbe az esetben igen. De úgy, hogy ő csak beúszik, és akkor majd megfogom, és kihúzom, és stb. Nem utolsó sorban, amikor valakit bent látunk fuldokolni a vízbe, nagyon sok esetben, sőt, azt mondom, az átlagemberek nem is nagyon tudják felmérni a valós távolságot. Tehát ami olyan, úgy néz ki, hogy jaj, egy 5-6-ot csapok és ott vagyok, az valójában nem annyi, hanem sokkal távolabb van. Plusz még mellette ideges is vagyok, de nem úgy veszem a levegőt, nem úgy csapkodok, és mire odaérek, már valójában majdnem, hogy engem is menteni kéne. És ebből szokott lenni a gond. Nem is tudom, hány ilyen esetünk volt, hogy tényleg fiatal kisgyerekek mentek be úgy, hogy tudták a környezetben, hogy nem tudnak úszni. És ennek ellenére senki nem szólt nekik, hogy ne menjetek beljebb, ott már bizony mély, ott már sodrás van, ott már egy kis áramlat is elvihet, és a többi, és a többi, és ugye ebből az elég komoly tragédiák születtek. Ha ekkor az ott lévő felnőttek, vagy józanabb gondolkodású fiatalok közbeléptek volna, és megpróbálták volna megállítani, lehet, hogy számszerűleg érzékelhető tragédiától mentesültünk volna. A szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskolában a gyerekek a szülők segítségével meglepetés műsorral készültek tanáraiknak pedagógus nap alkalmából. Éneklés, versmondás is volt a repertoárjukban, de az igazi ámulat az iskola bejáratáig vezető úton fogadta a tanárokat, hiszen a gyerekek telerajzolták a járdát nevelőik nevével, színes virágokkal és szívecskékkel.
Zenés műsorral is készültek a Szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai tanáraik részére a pedagógus napon. Reggel iskola kezdéskor már meglepetés várta a tanárokat, ahogy közeledtek a suli bejárata felé, hiszen a gyerekek színes rajzokkal és feliratokkal díszítették fel a járdát. Janó Vanda szívecskét rajzolt kedvenc tanítónéniének. Nekem a kedvenc tanárom Margaréta néni. Mivel mindig segít, hogyha valahol elakadok, ő tartja nekünk a drámát, és már voltam vele táborban. Nekem Dori néni az osztályfőnököm a kedvenc tanárom, mert úgy magyarázza el a feladatokat, hogy értsem, és háziból se ad olyan sokat. Egy szívecskét, és beleírtam, hogy Dori néni. Magyarországon 1952. június 7-én, 8-án ünnepelték először ezt a napot, és akkoriban ez alkalomból adták át a parlamentben a kiváló tanár, kiváló tanító kitüntetéseket. Manapság inkább csak az iskolában köszöntik a diákok nevelőiket, tanáraikat, versekkel, virágokkal kedveskednek nekik, megköszönve egész évi munkájukat. Ebben a szekszárdi iskolában viszont ez évben rendhagyó módon ünnepelték meg a jeles napot, és tették emlékezetessé a tanárok számára a diákok a szülők segítségével. Minden évben a szülői munkaközösség vállalja és örömmel vállalja ezt a feladatot, hogy a pedagógusainkról megemlékezünk ezen a napon. Úgy terveztük, hogy lesz biztosan vers, zene, ének, és valami külön meglepi, és a külön meglepi most az volt, hogy tegnap délután már szülőkkel és a gyerekekkel, körülbelül 30-40 fő, az iskola előtti járdaszakaszt, illetve az iskola körüli járdaszakaszt rajzoltuk tele virágokkal, szívecskékkel a tanáraink neveivel, hogy amikor reggel jönnek az iskolába, akkor lássák, hogy itt valami különleges dolog lesz, és hogy ez róluk fog szólni. Aztán, amit még a szülőkkel közösen, az, hogy az ünnepség után egy kis agapét rendeztünk be nekik az étkezőbe, egy kis reggelivel vártuk őket. Minden osztályban ugye megbeszéltük, hogy ki mivel járul hozzá, és akkor ez is ilyen közös összefogásból alakult. Illetve vannak olyan szülők, akik zenélnek, énekelnek, és gondoltuk, hogy ne csak a gyerekek adják a műsort, hiszen mi szülők is megköszönjük a pedagógusainknak azt, amit a gyermekeinkért tesznek, és ezért mi is aktív résztvevői voltunk ennek az ünnepségnek, illetve vannak olyan tanulók, akik olyan hangszeren játszanak, és olyan szinten, hogy ők is örömmel vállalták, hogy egy-egy darabot megtanulnak, és előadják a pedagógusainknak, és versmondásra is önként jelentkeztek a gyerekek. Ahogy a szülői köszöntőben is elhangzott, fontos, hogy a szülők tudassák a pedagógusokkal, hogy elismerik a munkájukat, és hálásak azért, amit a gyerekeikért tesznek nap mint nap. Amiért még fontos számunkra ez, ahogy a szülői köszöntőben is elhangzott, hogy velük vannak a legtöbbet a gyermekeink, csak a legféltettebb kincseink, és rábízzuk őket, és amik többet tanulnak napközben, hát tőlük, ugye mi elültettünk egy kis magot, de ők azok, akik ezt tovább nevelik, és hogy az atya is elmondta, nem mindegy, hogy milyen földbe hull az a mag, és hogy a katolikus keresztény nevelés, tehát hogy a katolikus iskola szellemisége, ugye áthatja minden órát, minden napot a gyerekeknek, hogy ez nagyon fontos, és ez megjelenjen a tanításban, a tanulásban, és fontos, hogy a pedagógusaink Isten szeretetét sugározzák feléjük, hogy ketten együtt, közösen érjük el, tehát együttműködve a pedagógusokkal, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik, és tényleg minden nap nem is találkozunk velük, de ez az alkalom jó arra, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy mi mennyire szeretjük őket, és ez benne van minden egyes versben, minden egyes rajzban, hogyha majd megnézitek az iskola előtt a szívecskékben, minden pedagógus neve benne van. A tanárok számára igazán emlékezetes és meglepetésekkel teli volt a pedagógus nap reggele. Nagyon nagy meglepetés volt számunkra. Már kora reggel, amikor bejöttem az iskolába, a rajzok fogadtak az utcán, és kerestem, meghatódottan kerestem a nevemet, hogy fönt vagyok-e az aszfaltra rajzolva, és minden pedagógus nevét megtaláltuk, és utána pedig jött egy nagy ünnepség, amire nem is számítottunk, nem is gondoltuk, hogy a kedves szülők megemlékeznek erről a napról még, és a pedagógus napot így számon tartják. A gyerekek külön készültek énekkel, zenével, közös énekléssel. A gyerekek ismerik, nem csak azok a gyerekek tudják az énekeket, akik énekeltek az énekkarba, hanem az iskola tanulói is, és ők is nagy aktivitással beálltak ebben a napba. A szülői munkaközösség tagjainak nagyon hálásak vagyunk, hogy megszervezték ezt az ünnepséget. Összefogták a szülői csapatot, a gyerekeket.
Vannak olyan tanulóink, akik nagyon szépen zenélnek, ők vállalták külön a felkészülést erre a napra, és vannak nagyon szép szavalóink is, akik versenyeredményeket érnek el, ők pedig vállalták, hogy kiállnak az iskola elé, és felköszöntik a pedagógusokat. Köszönjük még egyszer! A járdára rajzolt szívecskék és kedves üzenetek még napokig díszítették az iskolába vezető utat, emlékeztetve a tanárokat arra, hogy érdemes ezt a hivatást választani, ha ennyi szeretetet kapnak visszajutalmul. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!